Az óvoda vezetése, illetve a lakosság megkereste az önkormányzatot azzal, hogy itt a Hildegard óvodát nehéz megközelíteni gyalogosan a reggeli órákban, amikor hozzák a gyerekeket. A nevelési év kezdetekor az egyik legjelentősebb változás ez lesz a városban. Augusztus utolsó napjaiban délelőtt 9 órakor nem jelentős itt a forgalom. Tanítási időszakban azonban már előfordultak balesetveszélyes helyzetek. A Kapucinus utcában nem csak egyszerűen a csíkokat festették fel az aszfaltra. A gyalogátkelőhely csak úgy épül, hát ha valahonnan, valahová vezet. Itt a Sóház feleli oldalon állunk, nem volt gyalogjárda, ezért úgy kellett megterveztetni és engedélyt kérni rá, hogy gyalogjárdát is kellett egyidejűleg létesítenünk. És természetesen egy kijelölt gyalogátkelőhelynek nagyon fontos a megfelelő megvilágítása, itt azt is felül kellett vizsgálni, és a megvilágítást fényerejét is meg kellett növelni. A KRESZ előírásai szerint a szülők már nem parkolhatnak a Hildegard óvoda előtti szakaszon. A tábla szerint viszont 50 méterre, a valóságban ennél közelebb található a parkoló. A vízzel vezető árok vonzó lehet a szülőknek, de ez más cél szolgál. Itt korábban a víz sokszor megállt, tócsák keletkeztek, saras volt az útpatka. Ezt most rendbe hoztuk egyidejileg. Illetőleg hát maga az egész komplex beruházás így egy olyan szolgáltatást fog nyújtani, hogy a parkoló igénybevétele biztosított lesz, a parkolóból szilárd burkolatú járdán ki tudnak jönni a lakosok a gyerekekkel, és a gyalogátkelőhelyen biztonságosan át tudnak kelni az óvoda irányába. Az önkormányzat ezévi költségvetésében már megjelent a gyalogátkelőhely és a hozzátartozó elemek kiépítése. Ennek a résznek a bekerülés értéke 4,2 millió forint volt, de nem csak a gyalogátkelőhelyet alakítottuk ki, hanem egy járda is van. Forgatásunk idején csak a 6. gépjármű állt meg a felfestett, kitáblázott gyalogos átkelőnél, ezért a körzetes képviselő óvatosságra inti mind a járművezetőket, mind pedig a gyalogosokat. Ezt nagyon kérjük a gépjárművezetőktől és a gyalogosoktól is, hogy mivel ez egy új létesítmény, eddig nem létezett, nagyon figyeljenek oda, és ne rutinból vezessenek a gépjárművezetők, és ugyanez vonatkozik a szülőkre, gyerekekre is, ha kijönnek az óvodából, vagy készülnek bemenni, nagyon nézzenek körül.